Jászberényben egy férfi egy 70 cm hosszúságú szerszámnyéllel támadta rendőrökre egy étterem közelében, számolt be hivatalos oldalán a budapesti regionális nyomozóügyészség. A 20-as éveiben járó férfi eredetileg az étterem felé tartott a fegyvernek szánt eszközzel, amikor a rendőrök feltartóztatták. Először rájuk akart támadni, de amikor az egyik rendőr elővette a szolgálati fegyverét, eldobta a fanyelet. Ezután egyikük névtáblájáról leolvasta a rendőr nevét, majd megfenyegette, hogy megkeresi és a családjával együtt megöli. Időközben megjelent egy másik fiatal férfi is, aki szintén agresszívan lépett fel a rendőrökkel szemben. A budapesti regionális nyomozóügyészség elrendelte a két támadó őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki őket és indítványozta letartóztatásukat.